Uh-huh. Padawan, where is the Force? Everywhere. It is within me. It surrounds me. Just so. It connects you. There will be times when emotion, pain, or exhaustion trick you. You will feel cut off, isolated. This is an illusion. Your lightsaber lies there, out of reach. But you remain connected through the Force. Feel that energy around you, and summon your weapon. Szóval úgy tanuljuk meg. Bal trigger. A kapaszkodásokkal. Gyerünk! Force is within you, around you, connecting you to your weapon. Egy vagyok az erővel. Az erő velem van! Gyere! Don't let yourself get discouraged. Okay. You must ignore all distraction. Azaz. Húzz vissza! The Force is with me. It connects us. Na, megtanultok a húzást, és innentől kezdve ezeket a köteleket, amik így össze vannak fonódva egy platformon, magunkhoz húzzuk. Így, és most már át tudunk lengeni azokra az oldalakra, amiket régebben még nem tudtunk bejárni. És így most azokat a pályákat, amiket előző pillanatban nem tudtunk megnézni, ott például a legelején. Na, azok például azok is feloldottak. Igen. Most ide visszajutottam. Nincs csak. Ó! Oh. You survived. Not part of your plan. Not part of your plan. Luckily, I always allow for contingencies. Valami furcsa sonka szagot érzek az erőben. Ha jól bánnék az irányítással, mert most én állok szarul. Valamit nem jól csináltam. Várjunk csak. Ó! Nem az van, hogy most már tudok dobni? Vagy azt még külön meg kell tanulni? Mert elvileg azt a rőzsét, azt szerintem kaszabolással le tudnám szedni, vagy felgyújtani. Várjunk csak. Ó! Oh! Ott vannak a gyertyák! Aha! Értem már. Tehát egyszerre van a húzás és a levitáció egyszerre. És így magunkhoz tudunk venni olyan tárgyakat, amelynek segítségével interakcióba léphetünk különböző dolgokkal, mi például a gyertyával és a rőzsével felgyújthatjuk a rőzsét, és így már tudom, vissza tudunk mászni a spawn pointunkra, amivel új képességeket értünk el. És elvileg mi majdnem úgy tudunk mindent. Már csak az az egy maradt ott hátul. Nézzük csak. Nagyon sok minden dolog van. Még három dolog nincs aktiválva. Nézzük csak. Ott lent van egy süvöltőlökés. Egy erőteljes lökés, amivel kell ellenfelek csoportját küldi a levegőbe, és képes ledönteni a nagyobb célpontokat. Ez azt jelenti... Aha! Ez egy bazi nagy push, amivel még a... Jutót is... ellökhetjük a francba. Markoló húzás. A húzás gomb tartásával kell, a legtöbb ellenséget magához tudja húzni. A nagyobb ellenfeleket pedig maga felé tudja rántani. Igen. A barátság ereje. BD-1 Steam tartályai teljesen újra töltik az erősávot. Ó, szóval a Steam nem csak az életenergiát, hanem a force méteremet is növeli. Visszatölti. Wow. Végső erőráhangolódás. Egy utolsó force upgrade. Igen, meg van egy meg egy életenergia upgrade is, egy utolsó. Aztán kirobbanó lassítás, ugye ezt tudtuk. Meg ez a taszítás, ezt a kettőt még nem tudjuk. Fénykardobás!
Ott van! 3 pont kell. Ott, az kell. Ez nagyon kell. Tehát ez force pontba kerül, és ugye le kell nyomni az LB-t, hogy a védekezést és a nehéz támadást, és végre el tudjuk dobni azt az átkozott kardot. Végre! Igen, meg van egy olyan erőteljes dobás. Megnöveli kell fénykard dobásának hatótávját. Aha, tehát kell 5 képességpont, amivel állnakolni tudjuk a dobást. Illetve egy váltó támadás. Kell egy speciális támadást hajt végre, miközben fénykard típust vált. Wow! Szóval csak le kell nyomni az X-et, és átvált 2-esből 1-esbe, meg 1-esből 2-esbe. Awesome. Oké, rendben van. Jó, ezt megjegyeztem. Oké, ezt megjegyeztem. Oké, és nem is... Ja, nézzük meg, mi az utolsó. Személyre szabott stimek. BD1... BD1's Steam tartályának felhasználásával kell több életet nyer vissza. Tehát nyilvánvaló ez a fejlesztett Steameknek a fejlettebb verziója. Ez a double upgrade. És az meg a végső health upgrade. Illetve még a markolóhúzást még meg tudjuk tanulni. Tanuljuk meg. Lesz ami lesz. Utána majd később fejlesztjük majd a force. A barátság ereje, ez 3 pont. A süvöltőlökés 2. Kettő, négy, hat, majd három, az kilenc, tizenegy. Kell eldobja a dupla pengéjű fénykardját, mely sebzést hajt végre a körülötte lévő területen, ez dupla Y-a. Ó, miért nem erre fejlesztettem, jó? Tehát azonban 2, 4, 6, 8. Most meg 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, szóval még 22 képességpontot kell még összegyűjteni, amire biztosak leszünk. Jó, és jelen esetben ennyi, most elég életenergiával meg forszom, majd később fejlesztem azokat is, de a lényeg, ami lényeg, az mondtam, hogy mi kell még. Oké, és akkor a tornyot fel kell emelnünk, és most vissza kell mennünk azon az úton, ahol jöttünk. És most mindent, amit eddig tudunk, eddig nem tudtunk megcsinálni, most már tudunk. Úgyhogy a platform feladványokkal nem igazán lesz probléma. We don't even have to try here. Még nem tudjuk a dobást. You wanna handle this? De az annyira hülye. Ja, de így is meg fogom fogni. Nem is kell megvárnom, amíg lesértem. Annyira fölösleges volt ez a várakozás. Jó. Na. Azt kérem. Úgyni. És akkor ezzel simán így átszökkenünk a túloldalra. Úgyni. Azt meg addig húzzuk. Áó! Ja, oda kéne beakasztani! Add még egyszer! Rohadjál meg! Reggelire! Szóval... Aha, oda benyomjuk, és akkor most már nyitva tudjuk tartani a cuccost. Anyádat. Úgy van.
Nem kellett volna elpazorolni, mert ott van az a köcsög. Majd átdobom, érted? Oké. Okay. Ja, oda nem tudok felugrani, mert visszacsúszok. Nagy csihipuhi van, mert hallom a lövöldözéseket. Biztos azon annál a túloldalt lát. Itt nyilván dupla ugrással tudnám megoldani a dolgomat. Hoppá! Most a jó. Ki? Ezt húzom, húzom. Húzom ebbe az irányba, de várjál! Kell húznom. Hol a vége? Ott a vége. Most arra vagyok kíváncsi, hogyha megfogok egy ilyen konzolt, cartridge, platform emelő cartridge-et, akkor az megmarad a kezemben, hogyha elengedem a jobb triggert, vagy nem. Itt egy Jotaz. Na, most innentől, hogy tudjuk a levitálást, a húzást, ezért az lesz a fő dolgunk, hogy fölvegyük azt a gömböt, amivel felemeljük a tornyot. Most az a kérdés, hogy hogyan tovább, párjál? Most emlékeznem kell, hogy mi merre hány méter volt, mert most egy kicsit bajban vagyok. Van mögöttem valaki. De... Na jó van, ez most nem volt nagyon jó ötlet. Lehetne akár egy szenzornak is említeni, de nem az. Ez duplán taposott. Na most jön az a rész. Igen. Aha, ezt kérném szépen. Aha, megmaradt a kezemben, jó, mert most elengedtem a triggert. Most kéne azok a gyertyák. Mert ezt el kéne égetni, ezt a láncot. A rajta lévő rőzsét. Ah! Júj! Az utolsó pillanatban megfogtam. Mit keres itt ez a foltörökos? Hát régebben nem volt még itt. És
nyomtam volna a B-t, de emre megint leült. Nem hiszem el. Nem, szar vagyok. Mindig elcseszem. Az a baj, nincs célkereszt. Úgyhogy kútfölből kell megoldanom. De várjál, most nézem, vizen keresztül próbálom megdobni. Az nem jó. Várjál, ide megyek. Nem, oda kell átdobnom. Oda kell átdobnom. Vizen keresztül ne tudjam elkapni. Vagy ne legyen az, hogy vizen keresztül próbálja meg átdobni. Most! Mi a f... Ne már! Isten verjen meg. Hát ezt nem hiszem el. Na, átdobok hármat. Na! Erről van szó. Úgy van! Lent van a golyó. Kérlek szépen, fogd magad és menj oda be. Hát lehet így pofozgatni. Rossz helyre ment? Ott csak más irányba lököd. De annyira jó, hogy annyira tetszik ez, hogy nem abba megy, ahova én szeretnék. Azonban nincs célkereszt ilyenkor. De kész, megcsináltuk. Ez az. Megvan a második próba. És ott van az új pálya. Az új koordináta. I have finally found an intact representation of this sacred Zepho artifact. My friend, look closely. This is Mictril at the vault Ambagana. You can see an object in their hand. Based on this imagery, I believe this object allows a force wielder to perceive the mysteries of the vault. Vissza kell menni Boganóra. This is the key and the guide. The Zepho Astrium. A Zepho Astrium. Igen. But who would destroy images of it and why? It requires more research. However, our next step is clear. Find an Astrium. If any still exist. A harmadik sinál lesz az Astrium. You ever heard of it? Mm-mm. Me neither. Pretty key. Yeah, I understand that. Looks like we know what we have to find. Jó. Ezt tudjuk, és visszaérkeztünk szépen a Zepho felső részére. Ez a részhez. Mivel itt lefelé tudunk haladni, jól vágom valahol ide lefele az ásatáshoz, vagy egyszerűen csak a túloldalra ide. Nézzük, mi van jelen esetben nálunk. Hát itt tudunk átmászni. What are you talking about? I needed this tomb raised, and now that I have what I need, you're of no use to me. Ja, mind végig hallgatózott. You reverse what she's done. Thanks. Hope this new encryption keeps her out for good. Oh, hát tényleg tudom a húzást, hát nem kell állandóan mindig a pontosan a kötélre céloznom az ugrás során. Lebegek és megint elrontom. Ott egy munkapad. Hát te mit tudsz? Kutazdroid feldolgozó egység.
Mújjaj, az egyik legdurvább képessége lesz majd Bidinek. Meg tud szállni droidokat, akik egy darabig velünk fognak harcolni. És hallgassátok meg, hogy mit fog dúdolni BD, amikor megtámadja az egyiket. Ugye a kutazdroidok feltörése. Ja, van külön a kutazdroid. Képes irányít a birodalmi kutazdroidokat, tehát csak azokat. Szóval a lényeg az... Aha. Ha magamhoz húztad őket, akkor le kell nyomni az alsó D-padot. Ugye csak a BD gombot kell megnyomni, ami az alsó D-pad. Ezt meg kell löknünk. Így, né. Trilla probably knows where they are. Igen, az a baj, hogy Trilla, amivel tud velünk beszélgetni, folyamatosan figyeli az eseményeinket, és mivel tudunk az Astriról, ezért már ő is megy az Astrilért. Tér vissza a Mantisre. Na, és akkor most jönnek azok az útvonalak, amik eddig még elérhetetlenek voltak. Hú, ott egy csomó dolog most elérhetővé vált. Egy csomó titkos dolog is. Ki tudjuk kapcsolni a pajzsot. Egy rövidítést feloldottunk. Mi? Hallottam valamit? BD? Ja, csak a fény megváltozott. Megijedtem, hogy tényleg kikapcsolják a fényt liftezés közben. Jó sokáig tart, azt a rohadt élet. De legalább megnézem, hogy mik azok, amiket még kihagytam. Jó, ugye ez az a rész, ahol nem tudtam még tovább menni. Most visszamentem volna a sírahoz. Húha, szerintem ez nem jó ötlet. Hoppá! Let's give him a thrashing. I'm stepping back. I'll get after him. Na most velünk van a kutazdroid. I'm sure we'll beat you. Don't scare me. Szép volt. Köszönjük a segítségedet. Béke veled. Hú, jó. Aha, azt a részt, amit még nem tudtunk megnézni. Az nagyon kéne. Ez jó volt, ezt imádtam. Várjál! Szerintem most egy kicsit tovább ugrándoztam. Nem, nagyon visszafelé haladtam. De ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt, ez tetszett. Nekem ez nagyon tetszett. Oda le kéne menni. És azt gondolom, ezt így fogom megoldani. Watching you. Are you aiming? I need a challenge. Yes, Jedi, again. You aren't trying.